Sziasztok, Lackovics János vagyok, a BKV járműüzemeltetési szakszolgálatának a vezetője. Kérem, tekintsétek meg a vlogomat. Azért vagyunk mi itt most a Hungaroringen, mert 2019-ben úgy döntöttünk, hogy a megkülönböztető jelzést használó gépkocsik vezetőjének tartunk egy oktatást. Ezt az generálta, hogy 2018-ban megnőtt a megkülönböztető jelzést használó gépkocsikkal kapcsolatos balesetek száma, és úgy gondoltuk, hogy ennek elejét kell venni. Ezért összeállítottunk egy tematikát, aminek a lényege az, hogy 4 óra elméleti, 4 óra gyakorlati képzés keretében megismertettük a járművezetőinket a megkülönböztető jelzés használatának rejtelmeivel, a jogszabályi háttérrel adtunk némi útmutatást ahhoz, hogy egyáltalán milyen módon lehet azt a veszélyhelyzetet, amit a megkülönböztető jelzés bekapcsolásával ők generálnak, kivédeni. Feldolgoztunk jó néhány balesetet, és bemutattuk azt, hogy a közlekedés többi résztvevői miként viseltetnek akkor, hogyha a megkülönböztető jelzést hallják. Ugye a megkülönböztető jelzés bekapcsolásával a gépkocsi vezetője akarata ellenére egy úgynevezett vészhelyzetet generál, és a közlekedés többi résztvevői legkülönfélébb módon reagálnak erre, amit nagyon nehéz kiszámítani, és az ő nagy felelőssége az, hogy ebben a veszélyhelyzetben kiszámítható módon úgy közlekedjen, hogy minden balesetet elkerüljön, és óriási felelőssége, mert a bírói gyakorlat az ezekben az esetekben, hogy a generált veszélyhelyzetet neki egy oldalon el kell tudni hárítani. Na most hát azért mindenki látott már ilyen megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet, mert megtapasztalta, hogy a közlekedés többi résztvevői miként viseltetnek ilyenkor. Vannak országok, ahol úgy előírják azt, hogy ilyenkor jobb, ha mindenki megáll, és azt követően majd a forgalmi szituációtól független mozognak. Hát nálunk is, hazánkban ez nem így van, itt ezt jogszabály nem írja elő, itt a legkülönfélebb módon közlekednek a közlekedés többi részei, van, aki megáll, van, aki különféle manővereket végez, és ezt nagyon nehéz kiszámítani. A megkülönböztető jelzés használata megengedi, hogy bizonyos kressz szabályokat a gépkocsi vezetője megszegjen, illetve figyelmen kívül hagyjon. Például a sebességhatárokra vonatkozót azt figyelmen kívül hagyhatja, csak még egy példa, hogy egyirányú utcában a forgalommal szemben is közlekedhet, de vannak ilyen kézenfekvő szabályok, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, mint például a súlykorlátozás, a magasságkorlátozás, a járművek méretére vonatkozó dolgok, a fénysorompó jelzései, a jelzőr jelzései, amelyeket nem lehet fizikai okoknál fogva figyelmen kívül hagyni, de ez csak egy lehetőség. Gondoljunk csak bele, Budapest nem nagy, nincsenek nagy távolságok. Ahhoz képest, hogy tudom én, hogyha 20-25 kilométeres távolságot meg kell tennie, ha 30 helyett 40-nel megy, vagy hogyha 30 helyett 50-nel megy, néhány perc a különbség, de nem érdemes ezért kockázatot vállalni. De mondok egy példát, a Rákóczi úton, hogyha dugó van és a megkülönböztető jelzés használatával 20 kilométeres sebességgel tud haladni, az óriási előny ahhoz képest, hogy állhatna a forgalomban. Tehát ezeket a kritériumokat kell mindig mérlegelni, amikor megkülönböztető jelzést használunk a munkavégzéshez. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is.